Ebben a videóban a dekupázsolással próbálkoztam. Ez a lépcső alatti beépített polca tesztalany, mert semmi nem történik, ha elrontom. Először leszerelem az alapot, amit festeni és dekupázsolni akarok. Ezután szappanos vízzel jó alaposan lemosom a felületet. Megvárom, míg teljesen megszárad, majd a választott színnel lefestem úgy, hogy minél kevésbé maradjon az ecset szőrétől mintás. Ha az első réteg megszáradt, mehet rá a második, amivel egyúttal a hibákat is kijavítom. Míg szárad a festék, előkészítem a szalvétákat. Ehhez a szalvéta legfelső rétegét lehúzom, és a kiválasztott mintát enyhén vizes ecsettel körberajzolom. Ezután a vizes rész mentén óvatosan leválasztom a mintát. Most jöhet a lakk. A bútor darab felületét lekenem lakkal, ráteszem a szalvéta darabot, és most a tetejét kenem le. Először a szélét rögzítem, belülről indulok kifelé gyors, határozott simításokkal. Ha a szélével megvagyok, az egész szalvétát lelakkozom, hogy teljesen rögzítve legyen. A többi mintával is hasonlóképpen járok el, és hagyom, hogy megszáradjanak. Ezután jön a finomra hangolás, amikor a szalvéta széleit beleolvasztom a háttérszínbe. Ehhez egy szivacsot belemártogatok a festékbe, és körbe lapogatom vele a szalvéta széleit. Fontos, hogy a szivacs ne tocsogjon a festékben, és azzal is segítek magamon, ha kör alakú. Megvárom, míg ez is teljesen megszárad, majd a díszes bútorlap mehet vissza a helyére.